Köszöntöm a stúdióban a BRS Klíma és Gáz Centrum két ügyvezetőjét, Béres Bencét és Körmöci Zsuzsannát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Beszélgessünk akkor először is a cégről, hogy hogyan kezdődött ez az egész. 31 éve alapítottuk a céget, alapítottam, mint mérnök végzettséggel és három gyerekkel igazából nem lehetett elhelyezkedni. Elindult a Kazán értékesítés, minden a gázról szólt. Mondhatom azt, hogy az elmúlt 25 év a gáz, kondenzációs kazánok, és a fejlődtek, óriási fejlődésen ment keresztül a gázkazánnal való fűtés. És azért itt elkezdődtek a bonyodalmak, és elkezdődött ez az egész világ megváltozása, és elindult az áramnak is előtérbe helyezése, ami ugye tavaly augusztusban volt egy nagy robbanásszerű változás, amikor a gáz ugye itt horribilis összegekre növekedett. És hát 31 éve ebben az energetikai iparban dolgozunk, és mindig azt nézzük, hogy lehetne energia takarékosabban fűteni. És néhány éve, mondhatom azt, hogy 8-10 éve elindult a klíma is, a hűtés is. Mert ugye itt azért van egy globalizációs felmelegedés, és erre is készülnünk kell. Tehát itt a nyári 30-35 fokos melegekben, folyamatos melegben ugye dolgozni lehetetlen. Nekünk nagyon sokat jelentett a Covid, ugyanis a Covidban mindenki home office-ban volt, és a home office-ban mindenki tényleg igényszerűen, hiszen a munkahelyen is volt már klíma, igényszerűen mindenki feltette egy klímát, hiszen otthon kellett dolgozni. Ma is azért vannak még home office-ban lévő kollégák és dolgozó emberek, tehát ilyen szempontból a klíma is elindult. És akkor ezek után jött még, ugye elindult a hőszivattyúnak a előtérbe helyezése is, ugye, mert itt a fűtés kerül most középpontba. Tehát nem csak hűtünk a klímával, hanem fűtünk is. És akkor ebben a pillanatban előre lép, hogy ha árammal fűtünk, árammal a legenergiatakarékosabb ez a történet. Óriási fejlődésen mentünk tavaly keresztül, az állam is támogatott minket. Folyamatosan adták a támogatást, az otthon teremtő támogatást, az energetikai pályázatokat, napelem pályázatot. Olyan mértékű támogatás volt, hogy horribilis mennyiséget lehet, tehát mindent el lehetett adni, óriási mennyiségben megteremtődött az igény, a támogatásnak a előnyeit ugye mindenki kihasználta, és akkor itt mindjárt a negatívum, hogy ugye ez ebben az évben megállt, és itt most mindenki nézegeti és várja azt, hogy mikor lesz megint támogatás, és ezért egy picit mindenki várakozó álláson van. Úgy meg akartam kérdezni, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy ez a szakma csúcsa, de akkor mégsem? Igen, most gyakorlatilag lehet hallani pletykákat, hogy újra lesznek támogatások, és ezért egy kicsit megtorpant a lakossági vásárlóerő, hiszen nem olcsó egy hőszivattyús beruházás, nagyjából egy 5 millió forint körüli beruházásról beszélünk, amikor egy lakossági házat, egy családi házat szeretnénk hőszivattyússá alakítani. Ezt nem mindenki teheti meg, ezért mindenki szeretne egy állami támogatást. Erre vár most a lakosság, de céges szinten egyébként továbbra is hőszivattyúznak és klímáznak a közületek és a cégek, hiszen ők nem lakossági áron kapják az áramot és az energiát, hanem ugye ők piaci áron vásárolnak, ezért jóval megrövidült a megtérülési ideje ezeknek a beruházásoknak. Tehát még amíg tavaly a 30 forintos energiáron mindenki gondolkodott, hogy hát hol érné már meg, nem éri meg egy ekkora beruházás, most azonnal megéri, tehát gyakorlatilag egy-két év alatt megtérül a cégeknek egy ilyen hőszivattyús vagy klímával való fűtéssel való átállás. Úgyhogy azt lehet látni, a cégek azok folyamatosan klimatizálnak és hőszivattyúznak, illetve szerencsére a klímakereskedelem oldalán áll az, hogy globális felmelegedés van, ahogy azt már említettük, és egy olyan fél fokkal növekszik minden évben a hőmérséklet, egyre elviselhetetlenebb a kanyarak, tehát aki egy elviselhető lakást szeretne, annak most már lassan ugyanúgy, ahogy fűtésre kötelező, egy valamilyen fűtési eszközt betenni a lakásba, most már valami hűtésre is muszáj betenni egy klímát.
illetve tényleg a klímapiac mellett szól, hogy rettentően egyszerű telepíteni a klímákat. Tehát még egy régi kazános rendszer kicserélni több hétbe kerül, bármilyen fűtési rendszert kiépíteni akár hónapokba is kerülhet, egy klímát egy nap alatt akár egy egész komplett családi házat be lehet klimatizálni. Emiatt szokták az emberek fűtésre most már leginkább a klímákat választani. Igen, tehát ez az utóbbi éveknek egyik nagyon nagy modernizáció, hogy most már a klímát azt nem csak hűtésre használjuk, hanem egyre inkább fűtésre is. Viszont ez energia árak szempontjából, ez költséghatékony megoldás? Gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt megtérül. Nagyon alacsony a beruházási költsége a többi fűtési rendszerhez képest. Tehát amíg egy gyakorlatilag ugyanannyiba kerül most egy klímát feltenni, mint egy konvektort feltenni a falra. A konvektor gyakorlatilag a legrosszabb hatásfokkal működik most, amit el tudunk képzelni az energiapiacon fűtésre, a klíma meg a legjobb hatásfokkal. Nagyjából azt lehet tudni, a klímák 1 kW áramból 5 kW fűtési energiát készítenek, állítanak elő, ez a COP érték egyébként, ami az összes klímaadatlapján szerepel. Ez azt jelenti, hogy még egy villanyradiátorral, vagy egy bármilyen olajradiátorral 1 kW áramból 1 kW fűtést tudunk csinálni, egy klíma 5-öt annyit fogyaszt. Tehát azért jóval magasabb beruházás, mint a legegyszerűbb villanyfűtések, de a villanyfűtések között ez a legjobb árértékarányú beruházás a klímás fűtés. És most már jóval olcsóbban lehet fűteni egy klímával, mint egy konvektorral. És ha jól értelmezem, akkor ez környezetbarátabb is, mint a hagyományos fűtési rendszerek. Így van, hiszen semmilyen káros anyag kibocsátás nem keletkezik. Ja, hát akkor térjünk vissza egy kicsit a cégre, és beszéljünk arról, hogy tavaly ugye díjazottak lettek. Erről tudnának-e mesélni? Igen, azért a 30 év munkája beérett, tehát, és ez nagyon jól esett, megmondom őszintén. Nagyon váratlanul is ért, és egyszerűen nagyon jó volt, amikor mondták, hogy erre a évvállalkozó díjra jelöltek, amit Borsod megyében egyetlen jelölt volt a BRS Klíma és Gázcentrum. Én képviseltem Borsod megyét Budapesten a Prima Primissima gálán, és Varga Mihály adta át a kitüntetést. Nem a kitüntetésért dolgozik az ember, de mégis nagyon jól esik. Tehát abban a közegben, abban az ünnepélyes hangulatban átvenni egy díjat, számomra nagyon megható is volt, még így visszaemlékezve is. De nagyon-nagyon jó volt, és akkor ezután szintén váratlanul hívtak, hogy a Miskolc város virilista kitüntetésére is jelenjek meg. Ez már nem egy ilyen adható, hanem az első 100 legjobb adózót díjazta a polgármester úr december 3-án, ahol a díszterembe átvettük ezt a virilista kitüntetést. Én őszintén szóval ott van az asztalunkon, mindenkinek megmutatom, mert jó a legjobb adózónak lenni, tehát Miskolcon adózunk, Miskolc városát támogatjuk ezzel, nem másik város, másik, nem tudom, ilyen kisebb iparűzési adóval, tehát semmi taktika nincs, mindig Miskolcot, tehát a dupla, akkor dupla, de mindig Miskolc városát fogjuk támogatni ezzel is. Miskolc városért dolgoztunk, nagyon-nagyon sokat tettünk azért, és 25. éve rendezem meg a klíma és fűtéstechnika kiállítást és vásárt a Miskolc város lakosságának, Miskolc város szakembereinek, behívjuk az összes klímaszerelőt, behívjuk az összes gázszerelőt, vállalkozókat, hőszivattyú beépítőket, és ott vannak a importőrök, tehát ott van a Bosch, Gree, Midea, Daikin, tehát az összes, ami felelhető Magyarországon klíma, ott vannak a márka képviselet, a importőröknek a képviselői, akivel közvetlen ön beszélhet, miért a Mideát vegyem, miért a másik klímát vegyem, miért valami, vagy ha önnek van klímája, akkor megkérdezi, hogy akkor volt-e ilyen probléma, de ugye nyilván nem a problémáról, hanem legközelebb is erről ezt vegye, milyen fejlődési lehetőségek vannak, és a klíma is óriási fejlődésen megy keresztül. Tehát a 10 évvel ezelőtt csak egy hűtőklímát tettünk föl. Tehát az csak hűtött. Utána az is elkezdődött, hogy akkor fűt is. Aztán most már azt is tudja a klíma, hogy a fűtés mindegyik hűt, de nem mindegy, hogy 5 fokba, 0 fokon vagy -20
fokon. Tehát most már az drágább is az a klíma, amelyik már mínusz 20 fokba is tud fűteni. Tehát amit itt mondtunk, hogy egy lakás most már klímával is tud fűteni, tehát csak klímával. És tehát az is fejlődik, akkor ugye ezt te még jobban tudod, hogy wifi-sen már távolról meg tudjuk irányítani a klímákat. A lamellák jobbra-balra mennek, tehát ugye a közérzetet tudja javítani, tehát hogy most kire fúj, hogy fúj, kicsit fújjon, nagyot fújjon, időre tud menni. Tehát olyan, tehát óriási fejlődésen ment tehát a klíma és is. És aki nem szereti, hogy fúj, azoknak most már van húzatmentes klíma is. Ezek hűtésben egyébként nem is érezzük, hogy honnan jön a levegő, kis lyukakon keresztül távozik a beltéri egységből, és csak hűti a helységet. Ezek a húzatmentes klímáink is. Hát, hogyha most már felvetődnek problémák, tehát már mindenre van megoldás. Tehát mindenre van megoldás. És akkor lényeg az, hogy 25 éve csinálom ezt a kiállítást és vásárt, most is nagyon jól sikerült, meg is ünnepeltük, hogy 25 éve, és zenekart hívtunk, megteremtettük ennek a hangulatát, hogy mindenki ünnepélyes hangulatba érezze magát. Elindítottuk az évklímása versenyt is. Mindenki kapott egy évklímása pólót, aki beregisztrált erre. Ez egy egyéves verseny lesz. Szerencsére Miskolc városának is a klímásait kézben tartjuk és összetartjuk őket, de országosan is, hiszen van egy webáruházunk, a webáruház országos. Tehát Zalaegerszegről ugyanúgy vásárolnak nálunk, vagy Pécsről, és ugyanúgy ezek a kivitelezők is eljöttek hozzánk beregisztrálni. És ugye maga a klímaszerelő gondol valamire, az másnap ott van. Tehát most már olyan fejlett ez a webáruház rendszer, ezt talán te is tudsz ehhez valamit mondani. Igen, most már saját logisztikai központot is hozunk létre, illetve a webáruházunknak is vannak különböző franchise üzletei és saját üzletei az országban. Már jelen vagyunk Békéscsabán, Sajó-Szentpéteren az itt van mellettünk, Debrecenben, Nyíregyházán, és így fogunk egyébként most már menni a nyugat fele is. És áruljuk el akkor a webáruházat is. A meleget.hu a webáruháznak a neve, ez egyébként klímanagykereskedelemmel foglalkozik 90%-ban. És ennek is, illetve az egész cégcsoportnak köszönhetően még a díjakhoz hozzátartozik, hogy a Midea és a GRI, ez a két legnagyobb márkanév Magyarországon, ezeknek mi vagyunk jelenleg Magyarországon a legnagyobb nagykereskedői. A legnagyobb forgalmazói, tehát országos szinten. Ebből a két típusú klímából a BRS Klíma és Gázcentrum adja el a legtöbbet. És Miskolcon mennyire népszerű a klíma egyébként országos viszonylatban? Ugyanaz. Ne gondoljuk azt, hogy Miskolc valamilyen szempontból is hátrányosabb. Uh-huh. Ugyanaz az igény megvan, ugyanaz a felnőnek, mindenki felnő a feladatokhoz, az igényhez. Nem, tehát ne gondoljuk azt, hogy ez Balkán. Nem. Miskolc is az igény is megteremtődik. Azért itt a Bosch, azért a Bosch hány ezer dolgozót ad. Ugyanezek a dolgozók megveszik otthonra a klímát. Az igény megvan. Ugyanahhoz jutnak hozzá, amihez az országban, bárhol, ugyanúgy a hőszivattyúra is megvan az igény, Miskolcon ugyanúgy adunk el, ugyanolyan arányban adunk el Miskolcon is hőszivattyút, mint országosan. Illetve ugye ez talán 6-7 évvel ezelőtt, amikor még lehetett venni 2 millió forintért panellakásokat, ez egy nagyon nagy beruházásnak tűnt, hogy 2-300 ezer forintért beklímázzuk, és 10%-át az ingatlan értékének elköltjük klimatizálásra. Most ugyanezek 20 millió forintba kerülnek ezek a lakások, és a klímáknak nem ment feljebb az ár. Tehát gyakorlatilag nem is lehet észrevenni egy ingatlan árában, hogy van benne klíma, nincs benne klíma, hogy mindenki beklimatizálja, hiszen elég nehezen elviselhető a nyár egy panel lakásba jelenleg. Egyébként a klíma az engedélyköteles? Nem. Családi házaknál gyakorlatilag, amíg nem az utcafronton van, és nincs környezet, ilyen városképvédelem alatt, addig egyáltalán nem engedélyköteles, de egyébként szokták engedélyezni ott is. Panellakásoknál általában, hogyha teraszra van kitéve, akkor semmilyen engedély nem kell hozzá, de van, hogy kérnek egyébként közös képviselőt az engedélyt, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon jó látni, hogyha valaki ilyen szívvel, lélekkel beszél arról, amit csinál. Köszönöm szépen. És köszönjük a lehetőséget.